Kedves kicsik és nagyok, köszöntök mindenkit! Most a 3-5-8 perces jó étmesékből fogom felolvasni nektek. Molnár T. Eszter, Csipkerózsika nem álmos című mesét. Volt egyszer egy királylány és egy királyfi. Amint megpillantották egymást, azonnal egymásba szerettek, és hetet hét országra szóló lakodalmat csaptak. A nász nép meg javában robta a táncot, amikor Csipkerózsika és napkeleti királyfi, mert így hívták őket, bepattant a 100 galamb repített tehintóba, hogy elutazzanak a királyfi országába. Olyan csodálatos, hogy megmentettél a bűbájos asszony átkától, mosolygott újdonsült párjára Csipkerózsika. Most már soha többé nem kell aludnom. A királyfi átkarolta ifjú feleségét, és a vállára hajtotta a fejét. Ő aznap kora reggel óta talpó volt. Délelőtt rózsaindákat kaszabolt, aztán felébresztette Csipkerózsikát és a kastély házanépét, végül a lakodalmat is végig kellett mind táncolnia. Estére, mire a hintóban leülhetett, már igencsak elfáradt, de a fáradtságánál is nagyobb volt a boldogsága. Megérkeztek napkeletre, ám hiába volt gyémántból a palota és ezüstből a halastó, nem voltak teljesen boldogok. Csipkerózsika ugyanis úgy kialudta magát a 100 éves átok alatt, hogy a szemét se akarta lehújni többé. Ha a királyfi estére elfáradt, és lefeküdt pihenni, Csipkerózsika addig duzzogott az ágylábánál, amíg fel nem ébresztette. Beszélgess velem, mondta este 10-kor. Játszunk bújócskát, követelte éjfél után. Lopakodjunk le a konyhába, és ígyunk meleg tejet, rikantotta hajnali 3-kor. A királyfi reggelre alig vonszolta magát, pedig Csipkerózsika akkor is friss volt. Hegyet akart mászni, utána koktélpartira, tenisztornára és lufi fújó versenyre hívta napkelet bölcseit és előkelőit. Az öreg király eleinte örült, hogy a királyfi igen szép feleséget hozott a palotába, ám amikor Csipkerózsika azt kérte, hogy az ő tiszteletére tiltsák be napkeleten a napnyugtát, a király haragra gerjedt, és hazaküldte az ifjú párt Csipkerózsika szüleihez. Ismét befogták hát a 100 galambot a hintó elé, de a királyfi most már nem mosolygott, és bizony a feleségét átölelni sem volt ereje, olyan fáradt volt, mintha meg is öregedett volna az elmúlt néhány hét alatt. Suttogták a Csipkerózsika kastély komornyikjai. A királyné összecsapta a kezét, amikor meglátta a lányát, és a fáradtságtól vonszorgó beleöregedett férjét. Összehívta az udvarhölgyeit és a főtisztviselőket. Vegyen langyos fürdőt, tanácsolta a hofmester. Ismerek egy megbízható hipnotizört, mondta kincstárnok. Keressük meg az orsót, amivel 100 éve megszúrta a kezét, javasolta a fő udvarhölgy. Mindent megpróbáltak, de a királylány nem álmosodott el, és az egész palotát felverte a dalolásával. Ekkor a király futárt küldött mind a 12 bűbájos asszonyért, akik annak idején is ott voltak Csipkerózsika keresztelőjén, sőt, mivel idejében észbe kapott, a 13-ért is elszalajtott egy sebeslábú inast. Az asszonyok meg is érkeztek sorra, de míg a legerősebb bűbájjal bíró 13. sem volt képes elaltatni Csipkerózsikát, pedig szegény királyfi már csak árnyéka volt a régi önmagának. Ekkor közhírét tették, hogy aki el tudja altatni Csipkerózsikát, az megkapja a fele királyságot. Na, jöttek is a hercegek, lovagok, gyógyfűárusok és tévédoktorok, de Csipkerózsikán egyikük sem tudott segíteni. Egyik nap egy szakadt ruhájú lány kopogott be a palota aranyveretes kapuján. Az ajtón álló el akarta kergetni, aztán a cselédbejáró felé mutogatott. De a lány egyre csak azt hajtogatta, hogy ő bizony a híres neves hamupipőke, és azért jött, hogy a királylányt elaltassa. Végül mit volt mit tenni, beengedték. Egyenesen a hálószobába vitette magát, ott borsót és lencsét kevert a kandallóban lévő hamuba, és szigorúan megparancsolta Csipkerózsikának, hogyha enni akar, szemelje ki magának a vacsorára valót. Haj, lett szörnyűködés! Még ilyet, hogy a szolgálólány parancsolgasson a palotában. De a király leintette a tiltakozókat, és mindenkit kiterelt a szobából. Sok borsószem és még több lencse volt a hamuban. A szemezgetés bizony unalmas volt. De a királylány nem akart éhen maradni, ezért szorgalmasan dolgozott még akkor is, amikor a királyfi hangosan horkolni kezdett a fotelban. Fél óra múlva már olyan hortyogás volt a szobában, hogy még a folyosóra is kihallatszott. A király bekukucskált a kulcsukon, és csodák csodájára azt látta, hogy odabent a földre borulva alszik a kormos királylány, és mellette a messziről jött leányka is. Amikor másnap reggel felébredtek, és alaposan megebédeltek, a király meg akarta ajándékozni a lányt. Ekkor két galamb repült be az ablakon, rárepentek a lány vállára, és egyszeriben épp olyan pompába öltözött hamupipőke is, mint Csipkerózsika. Nem kérte se a fele királyságot, se a gyöngyöt, drága követ, szép ruhákat, aranyhintót. Van nekem palotám, mondta, van nekem királyi párom is, és most már igaz barátnőm is van, akivel nyugodtan elalhatunk egymás mellett, mert nem lopjuk el a másik álmát. Attól a naptól fogva Csipkerózsika és Hamupipőke örök barátságot kötött. Minden gondjukat, bajukat megosztották, és öregkorukra, amikor már elfáradtak az uralkodásban, a hites királyaikkal négyesben összejártak ultizni.